Az új pompájában tündöklő Ércsekerté idén a feladat, hogy otthont adjon a Kalocsán, mert hosszú évek óta hagyományossá vált Paprika Fesztiválnak. Szeptember 15-én, pénteken már délután 4 órakor elkezdődnek a programok, az ünnepélyes megnyitóra azonban 17 órakor kerül sor a szabadtéri színpadon, ezután pedig megállás nélkül pörögnek az események. Az egyik a pénteki események közül, ugye akkor zömmel folklór műsor lesz, illetve koncertek lesznek, abból kiemelném a 3+2-nek a koncertjét. Ugye elmondom megint, hogy a Paprika Fesztivál minden koncertje ingyenes. Szombati napnak egyik legfontosabb eseménye a paprikás ételek főzőversenye, a szürke marha főzőverseny, a baráti társaságok kitelepülése. Ide várjuk még a jelentkezőket. Nagyon nagy az érdeklődés a verseny iránt, így érdemes minél hamarabb leadni a jelentkezéseket. Ám a szombati nap a főzőversennyel még közel sem ér véget. Ezen a szombati napon délelőtt kerül sor az új testvérvárosi kapcsolat aláírására az Érsekerté nagy színpadon. Ugye Altino olaszországi település lesz az új testvérváros, ők kerestek meg minket, fűszerpaprika termesztéssel kezdtek ott foglalkozni, nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a dolgot, és itt lesznek polgármester úr is, testületi tagok is, és ünnepélyes keretek között aláírják ezt a szerződést. Ekkor kerül sor az új paprika lovagok felavatására is, ami mindig egy nagyon látványos eleme a fesztiválnak. Aztán folytatódnak az események, 3 színpad is várja majd közönségét. Lesz az Érsekerti nagy színpad, az Érsekert utcában, tehát a parkgondozó előtti részen, így mondanám a kalocsaiaknak, lesz az úgynevezett kis színpad, és most még a sétányon is lesz egy színpad a főzőversenynek a helyszínén, úgy neveztük el, hogy Bogrács színpad. Ezen például a 100 tagú cigányzenekarnak 4-5 tagja fog játszani. Azon időszakban, amikor már elkészültek ezek az ételek, és ott van a tömeg, és ott lehet ezeket az ételeket megkóstolni. De idén sem feledkeztek meg a gyerekekről, mindkét nap lesznek számukra koncertek is, pénteken az Iszkiri zenekar, szombaton pedig Grillus Vilmos szórakoztatja majd a kicsiket. És aztán folytatódnak, lesz itt Elvis emlékkoncert, és a fő szám az Ocsó Macsó zenekarnak a koncertje lesz 21 órakor. Mind a két napon lesz buli, hogy úgy mondjam, egyiken a Platánban, a másikon pedig az Érsekert utcai színpadnál, amely fölött sátor is lesz. Jön megint a Bederovi főzőbemutatóval, fellépnek helyi együttesek, lesz kiállítás, lesz konferencia. Ezt most azt hiszem, hogy ilyen rövid idő alatt nem is tudom elmondani, de mindenkit kérek, hogy nézze a plakátokat az intézmény honlapján, Facebook oldalán, illetve a városban kint levő plakátokat, és akkor pontosan tudja, hogy mikor mikor számíthat a 3 színpad és a rengeteg fellépő közül. Ezek után joggal mondhatjuk, hogy érdemes lesz ellátogatni a 28. Kalocsai Paprika Fesztiválra, melynek a gyönyörű, régi új érsekert ad otthont 2 napon keresztül, szeptember 15-én és 16-án.